35 éves a Gimes együttes. A Szarka fivérek Gyula és Tamás mozgalmas 3,5 évtizedet tudhatnak maguk mögött. Zenéjükkel nem csak a Kárpát-medencében, hanem az egész világon ismertté váltak. Több mint 3000 koncertet adtak a világ 25 országában. 2011-ben megosztott Kossuth díjat kaptak zene és dalszerzői, valamint előadó művészi tevékenységükért. Sokan úgy gondolják, hogy Gyula és Tamás élete csak a Gimes körül forog, ám alkotói, művészeti tevékenységük ennél jóval sokrétűbb. Mára a szövegek nagy részét Szarka Tamás írja. Ahogy a zene, úgy a versírás is a gyermekkorához köthető, 7 éves kora óta egy kötetnyi verset írt a fióknak. Első kötete Vá-vá-vá címmel 2000-ben jelent meg, s ezt további verses kötetek követték. S már 10 éve annak is, hogy rabulejtette a színház világa. A Magyar Nemzeti Színház ma is nagy sikerrel játsza az Édenföldön című zenés darabját, jelenleg pedig 3 színházi mű megírásán dolgozik. Kelet-Európában nem elég csak jól dolgozni, hanem gyorsan is kell. Főként, hogyha az ember sokat ír, színházba is ír. Mert most már színházba is sokat írok, foglalkozok ezzel a világgal is, csoda. Csoda, hogy mi mellett mentem el én évekig, vagy évtizedekig, és aztán először komolyabban Jókai Színházban találkoztam a színház világával, csodálatos világával a színház, csodálatos a nézőtérről, és csodálatos föntről is, belülről nézve. Szarka Tamás a színházi felkérések mellett számos más produkcióban is közreműködik, néhány éve például saját formációt alapított. Tamás csinált egy ilyen külön produkciót, a Szarka Tamás és zenekara néven, és a Tamás már így kiemelt engem, mint főénekest, vagy mint frontembert, ami nagyon jól esik, meg nagyon sokat tanultam mindkettőjüktől igazából. Tamás szövegvilága és zenéje az inkább egy ilyen elgondolkodtatóbb, talán ezt lehet mondani. Gyula a zenéből pedig inkább az élet életörömöt, a vitalitást érzem. Mátyás király kedvence. Ez az életöröm jelenik meg a győztes zentai csatáról szóló Zenta 1697 című rockoperában is, amelynek zenéjét Szarka Gyula írta a Soproni Petőfi Színház felkérésére. Most pedig a Békés Csabai Jókai Színházzal együttműködve egy mesejátékon dolgozik. Egy zenés mesejáték készül, az a címe, hogy Mátyás király aranyszőrű báránya. És hát Zalán Tibor írta a forgatókönyvet, meg a verseket hozzá. Nekem kell ehhez zenét írni, nagyon szellemes, nagyon, nagyon mai nyelvezetű a maga a darab. Rendkívül sok Mátyás mesénk van. Szerintem ezeket kell a magyar gyerekeknek megmutatni, és mindegyik mese iszonyatosan aktuális tanulságokkal bír. Úgyhogy én azt gondolom, hogy szép kis történet lesz ebből. Szarka Gyula a Gimes koncertek mellett fellép Alkú, valamint Bor és Lányka című műsorával is. Gyula és Tamás egy-egy produkciójuk zenei anyagát Komáromban, Farnbauer Péter magánstúdiójában veszik fel. A sok éves együttműködés pedig már túllépte a szakmaiság határait. Munka közben is elég sokat viccelődünk, nevetgélünk, úgyhogy ezáltal is sokkal kellemesebb az együttműködés, úgyhogy nem csak kizárólag munkáról beszélünk, hanem magánéleti dolgokat is meg tudunk beszélni, meg hát azt hiszem mondhatom azt, hogy barátok vagyunk. A Szarka fivéreket a közönség gyakran láthatja együtt az adventi időszakban a Mennyből az Angyal című koncertjeiken. A közeljövőben pedig az elmúlt 35 év legszebb dalaival várja a rajongókat Szarka Tamás és a Gimes.